Ha valakinek nem jó a C betűje, az milyen beszéd hiba? Nem sejpítés. Nem pöce, hanem pöce. Köszi. No. <laughs> Fifikától akkor olyan mondatokat próbálunk kérni, amiben kevés C betűben. Szevasz csikánó. Mond ki, hogy csikánó. Szer. Csikánó. Na, a csöbetűvel semmi baj nincsen. A van a baj. Cicca. szia Meg a szöbetűvel is. Sziasztok. Ja. Jaj, régi ember, új fog. Egy millió dolláros mosoly. Még ez nem az. Nem? Nem, majd. jaduárba. In, progress. In progress, igen. Ja, mint Krisztiánnak az adásba érkezése, de ki nem in progress, hanem delayed, ő nem fog jönni. Nem is delayed, hanem egyszerűen törölték a járatát. Úgyhogy nem lesz. I... Í... Most sem. Nélküle fogunk adás magasságig emelkedni és megpróbáljuk nélküle kihúzni. Mert ha nincs itt, akkor nélküle kell végigküzdenünk az adást. Na de veletek mi történt? Fú, kezdem én! Nálam van a kezdemény. Hát képzétek el, hogy ö, ö, oktatok Pesten a, a laborosokat, és. Tegnap így van fél óra ilyen ebédszüneten, csörög a telefonom, és hogy a, a Trend FM-től keresnek, és 2 óra 30 és 2 óra 40 magasságába tudnának-e velem egy ilyen telefonos interjút lebonyolítani? Nem mondom, semmi gond persze, de még akár jó is lehet. Na és akkor így. Kiültem az udvarra kollégám kocsiába, mert hogy bent ilyen folyamatos tűzriadó ment éppen. Hát ö, nagyjából ilyen Krisztián sebességgel hívtak vissza, tehát ilyen 10 perce 2.40 után, mindegy is. És mondja a fickó, hogy a nyil tehát nem, nem élő egyenes adásban volt, hanem majd ezt még megszerkeztik, mondta ő. Tehát fogalm sincs, hogy ez a trende felment. Lement, nem ment le egyáltalán leadják, nem adják, nem tudom. Tíz kérdést tettek föl, és mikor véget ért az interjút, ilyen, mondja a fickó, hogy hát ilyen rövid, egy perc, max. egy perces válaszokat kér, mondom, jó, akkor egy-két mondat, minden kérdés. De tényleg valami eszméletlen, bugyuta, ilyen egészségügyi fasiszták által generált világkép bontakozott ki a kérdésekből. De a legdurvább kérdés szerintem az volt, ezt hallgass meg, Charlie, lehet, valószínűleg nem uh, autentikusan és szó szerint idézem, de ez volt a kérdésben, hogy az elektromos cigarettában lévő vatta milyen viszonyban van a mikroműanyagokkal és a mikroműanyag szennyezéssel. És tudod, mond, jó, oké, tehát tényleg így pörgetni kellett a válaszokat, és akkor mondom, hogy hát az egy nagy tisztaságú, kimondottan erre a célra gyártott, egyébként gyapotból előállított természetes anyag, töröröm, töröröm. És amikor már vége volt az egészek, akkor gondolkoztam rajta, hogy te, tehát, hogy létezik -e en, ennél nagyobb rossz indulat a nem is a kérdés feltevője, mert ő nyilván fogalma nincs, hogy miről beszél, hanem, hanem hogy, hogy ezt ő valahol olvasta, vagy, vagy valahonnan vette ezt a kérdést, és ezek komolyan azt gondolják, hogy mi műanyag vattát használunk a, az ECG-be. Figyelj már, ez, ez a, a, nem annyira mi történt veled, de most akkor kezdjek-e beszélgetni veled, és kifejteni a véleményem? Ha nem tudom, szóval nekem... Ez én, én azóta... E benned, az, igen, tehát, hogy én azóta ezen pörgök. Tehát, hogy Szöget lehet, hogy ez most fejlődbe. ilyen... Igen, lehet, hogy ez most ilyen azonnali off-topic lesz, de hogy igen, tehát, hogy, hogy mondjátok el a véleményetek ezt, hogy te mit szóltok ahhoz, hogy, hogy ilyen köztudat átmosás folyik gyakorlatilag? Hát egyrészt azért alapvetően köcsök dolog volt szerintem a a riportnak is a, a lefolyása, tehát ez a gyorsan kell válaszolni egy percben, ez a pusolják rád ö, az egészet, hogy azonnal válaszolj, és csak egy perc, és utána jössz rá az ilyen dolgokra, hogy basszus, hát azt is mondhattam volna neki, hogy egyébként te teljesen marha vagy barátom, de abban a pillanatban tudod, benne va, benned van az adrenalin, hogy hú, bele vagyok az egy percbe ö, sűrítve, és most így jó lesz, és nem felejtek ki semmit. Hát de, ilyenkor az ember mindig a legfontosabbat felejti ki, hogy te balfasz! Megint nem fognak jönni a támogatók arra hatt életbe. Na, ez az egyik. A másik meg, hogy mindig a, a riportalanyok elég csak megnézni mondjuk akármilyen zenekarral egy interjút, és mivel most jelent meg nemrég a metallica a legújabb albuma 72 évad, ezért megint megtapasztaltam azt, amit szoktam általában mindig, hogy föltesznek olyan kérdéseket, hogy, hogy tudod, úgy, úgy, úgy bele lehessen látni, hogy ő a riporter, de, de annyira nem közhelyes kérdéseket tesz föl, annyira mélyére lát a dolgoknak, annyira túlmutató kérdések jönnek a szájából és az agyából, hogy az valami fantasztikus, és ebből jönnek a legnagyobb lőtségek. Agyfasz tudok kapni. A metalikánál is, és nálad is. Diskusziós halmazotok van a metalikával. Hányan mondhatják el ezt maguk, profifika? Nem sokan. Az ilyen kérdésekről egyébként a nemzeti konzultáció jut eszembe. És sugalni akarják választ. De nem, tehát hogy az a baj, hogy már önmagában a kérdés egy olyan állítást tartalmaz, ami nem igaz. Igen. Érted? Ezzel, ezzel Az el, Elmehetett nehéz. volna egy perced azzal, hogy megcáfolod azt, hogy hát hülyeséget beszélsz. De te érted. Az, a, az összes kérdés, amit föltettek, az mind ilyen rossz indulatból eredő. Tehát, hogy mondjam el, hogy miért káros az egy cigaretta De fasz, még nem káros. Érted? Hogy... Én díjazom, és messzemenően becsülöm oh. a türelmedet erre vonatkozóan, akkor így. Hogy végig, végig ment akkor ezek szerint ez az interjú? Tudod, uh, mit kellett volna Fifika? Hogy volt a kérdés? Tedd föl nekem, légy szíves? Miért káros az elcigaretta, és uh, milyen kutatások vannak erre vonatkozólag? Az elektromos cigaretta nem káros, és maradt még 55 másodperc amit szeretnék átvinni a következő kérdésre. <laughs> Ennyi, ennyi. Ennyi. Nem tudok szebben fogalmazni ezzel kapcsolatban. És akkor a következő kérdésre lett volna 1,55-öd. Rohadt élet. Várjál, várjál, volt egy ilyen kérdés, hogyan -e mérik az elektromos cigaretta káros hatását? És akkor így mondom a fickónak, hogy hát egyrészt hogyan? Másrészt nincsenek sztenderdek erre. Tehát az összes olyan kutatás, ami azt bizonyítja, hogy az elektromos cigaretta káros, ott valami nem stimmel. Vagy a vatt, vagy a készülék, vagy a likvid, vagy ahogy szívták. Ezt nem lehet géppel úgy szívatni, hogy nem állítom be előtte szofisztikált módon magát a készüléket. És egyébként meg a világon két ilyen készülék van, ezt tudjuk. Az egyik az a Katalinai Egyetemen van, a másik meg nem tudom hol, de hogy nem azoknál a kutatóknál, akik az elektronos cigaretta káros hatását mérik, az biztos. Tehát azért. A, nem is tudom, tud, mi jutott eszembe, nem, nem tudom, ki látta az, az Elon a BBC interjút. Igen. Hát az Elon Musk megette reggelére a csávót konkrétan érted. Tehát, hogy tudod, ez a merő rossz indulat, és a, 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 majd én megmondom, hogy te mit gondoljál, meg te már diktátor vagy, meg nem tudom én, miért azért... Na, tehát a, a riporter, meg a, az Elon Musk Kiku, azért nem hiszem, hogy itt súrolták bárhol is egymást a történelem folyamán. Jut eszembe, bocsánat, ö, amikor még üvegszál helyettesítette a vattát, akkor nem volt olyan. A nem veszély, helyettesítette, hanem hogy a nem, nem volt más üvegszál, így volt, van, csak. Üvegszál volt. Igen, bocsánat, igen. A, nem volt olyan ö, veszélye annak a dolognak, hogy apró pici üvegszál darabkákat szívhat fel az ember? Hát egyrészt ez egy nedves közeg. Tehát uh, ilyen apró szálak csak uh, abszolút száraz közegbe tudnak uh, Aha. Uh, keletkezni. Másrészt, uh, baromi a kérdés, mert szerintem én erről soha nem beszéltem uh, podcastbe, de képzeljétek el, hogy egyszer egy, uh, egy ilyen uh, tesztkészüléket uh, uh, próbáltunk összerakni, nem itt, hanem egy másfajta készüléket, és elmentünk egy ilyen üvegszál, meg, meg ilyen kerámia gyapot forgalmazóhoz. A srác egy vegyész volt, tehát ők is állítottak elő kerámia szálakat, ilyen gyapotszerű anyagokat. Ez a Tudod, olyan, olyan kerámia gyapot, amivel kemencéket szoktak uh -huh. ö, szigetelni. Bélelni. És akkor ö, mondtam neki, hogy mi van, hogyha ebbe a készülékbe a hőszigetelést egy ilyen ö, ö, nagy szigetelő hatású kerámiával helyettesítjük, és mondjuk ez valahol bekerül a légáramba, és beszívod a tüdőbe. És akkor mondta a ficka, hogy ö, semmi. Tehát, hogy akkora mérete a, a cuccnak, hogy, hogy azt az nem fog beágyazódni a tüdőbe, meg nem, nem fogja ilyen üvegekkel kirakni, meg nem tudom én, hogy aztán lélegeztetőgépre fogsz kerülni, és meg fogsz halni. Aztán szóval nagyon sok ö, ö, ilyen különböző kísérlet volt erre, hogy vajon mi történik akkor, hogyha az üveggyapotnak a porát, vagy a kerámia gyapotnak a porát belélegzett és mondta, hogy semmi nem történik. Nyilván nem arról van szó, hogy 24 órán keresztül üveggyapotot lélegzel, vagy kerámia gyapotot be, hanem hogy mi. A van. Kerámia gyapot alatt te a, a közegyapotra gondolsz? Hát ez, ez egy hófehér anyag volt, tehát nem az a kim, tehát tényleg egy ilyen na, nagyon spéci tudsz, de, de igen. Tehát, jó, hogy, de akkor hogy, nekünk hogy miért van az ilyen spéci tudsz? Ahhoz hát, ha hasonló. Hát? A, hát, szerintem. Szerintem két dolog miatt nincs, és én akkor kaptam mintákat is tőle, tehát hoztunk el mérni a hőszigetelésnek a nagyságát, hogy egy 300 fokos kamrát kellett körbe szigetelni, hogy egy kézi készülékben az ne égesse meg a tenyered. És ez volt a sztori, hogy én azt akkor megpróbáltam, hogy a liquid de mit csinál. Egy, ez a spéci kerámia gyapot, és nem szívja. Ha. Egy, kettő, kettő, meg ugye nem egy szálas anyagot kell elképzelni, hanem úgy önmagában össze állnak a szálak. Tehát lehet, hogy mit tudom én, lehet ilyen spéci fésült, tudod, ilyen kihúzott, meg nem tudom én de nagyon törékeny, abszolút alkalmatlan arra, hogy ezt elcigivel lehessen használni. Hát meg alapvetően ezt sem használtuk, az üvegszálat, ez olyan, mint hogyha a kínaiban vennél egy pólót, az hazavinnéd, és egyből a testedre vennéd. Nem, először kimosod. Így is. Emlékszel, Fifika? A üvegszálat igen, kifőztük, igen. vízben, aztán... Az kiégedtük. üvegszálnak volt egy nagyon furcsa hatása, hogyha ha nem kesztyűbe, vagy nem frissen mosott kézzel nyúltál hozzá, akkor az ujjaidon lévő zsír az konkrétan érződött, a, a, amikor szívtad. Tehát, és milyen jó, hogy egyébként ilyenekről beszélünk, mert a vattán, ez már nincs, mert tudod, a vattát áthúzod, és akkor azt, amit összepödörtél, meg megfogdost, azt levágod. Tehát, hogy a vattának egyáltalán nem, nem lesz ilyen kéz zsír íze. Tehát az üvegszálnak annak volt, hogyha nem úgy bántál vele. Tehát mielőtt üvegszálasztunk, kézmosás, vagy kesztyű, én mondjuk a kesztyűt nem bírom, kézmosás, és akkor úgy tekerted, és még utána is ráégettünk, hogy hogy a, a, az üvegszál le menjen róla. Hát meg, hogy átízzik az üvegszál, ha van még benne valamiféle nedvesség, akkor az kipárul, és akkor tökéletesen szívja, meg kiborzoltuk, meg ó, millió apró trükkje volt a dolognak. Na de veletek mi történt? Mert én már elmondtam. Kérlek szépen, Fifika, meg mindenki más is, azért nem volt múlt héten, ugye, felmerülés a fedélzetről, vagyis a, a tenger szintre, mert hogy kicsit pihentünk. Csapattam egy erőset a nidzai tengerparton, gyönyörű kék víz, háromféle szín, egy olyan 200 méteres zónán belül, tehát fantasztikus. Megnéztük Röpte? az öreg rockernek a hasziendáját, illetve a kiállítás, Picasso kiállítás volt. Ö, egy kis ö, Monaco, egy kis ö, mondjad már, hol van a vörös szőnyeg, Cannes, úgyhogy ö, megint körbelőttük, és nem tudtam, nem tudtam a jobb egyet meggyőzni, hogy nekem a napi 16 ezer lépés az már-már a határon Súrolja. Igen, igen. Fizikai képességeimet, igen. Igen, de fantasztikus volt, hogy a 40 fokos szél, 40 fokos, 40 km per órás szélben Charlie kiült a tengerpartra egy bagettel, meg egy doboz vajkrémmel, és azt lakmároztam. Tehát annyira adtam az életérzést, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Körülbelül is. E ezt lehet, hogy majd adásból ki is vágom, de Ugye kitettem azt a képet, amikor ö, ö, írtam, hogy na végre a piszkon kívül más is ragad az emberre, és ö, ha nem rokonról lenne szó, akkor esküszöm, hogy közzé tenném, de hogy. Tehát érted, amikor bejelölöd a Picasso Múzeumot, ö, hogy valami kultúra is ragad rád, és kedves édesanyja az embernek aláírja, nekem is lesz pár fotóm kiállítva. Ne, haragud, ne haragudj, anyu, nagyon aranyos, de ez nekem, nekem szürreális volt, bazd meg, na. Azt itt hogy a te képeid? Hát mondjuk annyira el vannak baszva, az tény és való. Azt, azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy, hogy tényleg én próbáltam úgy tudod, mint a, hogy úgy odaállsz a képek elé, vagy volt pad, leültem és néztem sokáig, hogy, hogy valami úgy, úgy úgy átjön, vagy úgy egy pillanat alatt így valami úgy átkapcsolódik. Nem. 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 Ez, ez nem. Nem. Ezt, ez nem tud átkapcsolódni. Aztán a dunalmamban még a padon elkezdtem olvasni Picasso-nak az életútját, meg hogy miért olyan volt, amilyen volt. Hát igazából ő halva született, és a az egyik agyféltekéje az soha nem akart úgy működni, ahogy kellett volna. Tehát, hogy erős handicap volt, és ezt lehetett a képein és egyébként magán az ember attitűdjén is érezni, de mindegy, túllendültünk rajta. Ezt jó, hogy mondtad, mert egyébként azt gondoltam volna, hogy valami kőkemény cuccon volt rajta. Nem nem, 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 nem. nem, nem. Van egy aranyos film, azt nézzétek meg, Picasso, kalandjai. Szerintem az egyik legjobb film, amit Picasso-val kapcsolatban készült, és már elég régi, tehát ilyen 30-40 éves alkotásról beszélünk. Az volt még döbbenet egyébként, hogy a tömegközlekedés, mert hát ugye nem Ferrari-val meg helikopterrel vereti az ember, ha csak nem Nerlovag, de hogy Nizza és, és mondjuk kán, vagy mondjuk Monaco, legyen Monaco, Nizza és Monaco között egy ilyen órás buszút 1,50 euró. <laughs> 1,50 euró. Hát nem akartam elhinni. A tömegközlekedés nidzán belül 1 euró. Fölszállsz, 1 euró. Azt ennyi. Tuti full veszteségesek. <laughs> ah, igen, igen, borzasztó veszteség. És óriási volt egyébként a buszok, M még amik így ö, a városok között is veretik, elektromos buszok hogy töltjük ezeket az elektromos buszokat, hát ez az ördögtől való, hát nem lehet ezt így. Végállomás, ABB, vagy nem tudom melyik az az elektronikai cég, mint a Bosch, olyasmit ABB, vagy AB, tököm tudja. És egy ilyen nagy elalakú konzolt képzelj el, ami így a busz fölé benyúlik. Az fixen ott van. Beáll alá a busz, és mint a villamosnak az áramszedője, csak ez föntről lefele, így pikrácsatlakozik rácsatlakozik a buszra, valami iszonyat villámtöltés mehet ott, nem tudom milyen erővel küldi a delejt, de ott állt a busz egy 20-25 percig, fölemelkedett, begurult, megjegyzem hangtalanul, és aztán vette fel az utasokat, és azt úgy vezettek ezek tényleg, mint az állatok, tehát kihasználták a, az elektromos hajtás előnyeit, úgy gyorsult, úgy lassult, rohadjon meg az összes dobált mindenkit jobbra-balra. Állóutas volt? Szeretik ezt. Volt, tehát, hogy, hát én nem is tudom. Odafele sz... megszivatott minket a francia légirányítók sztrájkja, az egy ilyen három és fél óra csúszás, visszafele valamiért megint csúszott, az már csak egy ilyen másfél óra csúszás volt. Hála Isten a Revolut metálnak, mind a kétszer regisztráltam, és egyből dobtam be magam a prémium váróba, úgyhogy úgy azért már el lehetett tengődni, nem vettem se kaját, se semmit, ott ellapmározgattunk, meg iszogattunk, egy kis oliva, egy kis tonhalas szendó, úgyhogy jó volt a, a dolog. Ö, hát nagyjából ennyi, múlt héten egész egész héten ez volt, úgyhogy ö, szar is volt hazajönni, mindegy, körülbelül ennyi. Hát én Magyarország határain belül mozogtam, de ott viszont azért gyűrtük befelé kollégával a kilométereket. Dunaföldvár, Salgótarján, Budapest, Debrecen vonalon járkáltunk a héten tulajdonképpen többször is, így a két hét alatt. Munka szempontjából baromi izgalmas volt és jó volt, mind a mellett ugye egy kicsit fárasztó. Viszont érdekesség, amit úgy gondoltam, hogy elmesélek nektek, nem tudom, Charlie, te nem biztos, hogy tudod, hogy én ilyen okos automatizálásokkal is foglalkozok. És van itthon egy 40 év, körülbelül 40 éves bojlerem, egy ilyen 50 literes kis régi hajdú bojlerem, és gondoltam egyet, felokosítom. Megvettem Azt hozzá. nem lehet. Azt, hogy Dubojlert nem lehet felokosítani. Nevetni fox, ne fox sikerült felokosítani egy 16 amperes relével és hőmérsékletérzékelővel. Tudtam az itthoni okosotthon rendszerbe integrálni a történetet. Történet, történet, történet. És azért volt ez az egész dolog baromi hasznos, ugyanis képzeljétek el, hogy mikor a hőmérsékletérzékelőt beraktam a helyére, kiderült, hogy 7 éve használom én ezt a bojlert, tehát 7 éve fűti föl nekem a vizet 95 fokra. Ez tök ha jó. kell, ha nem. Én is úgy szoktam. Abban a legjobb például teát főzni. Nem, fog biztos. 95 fok, kimondottan zöld te. Ennyi, így van, meg Ennyi. kávét. Figyelj, a, meg kávét. A, a kis Hallod, a kis kis el, ilyen kis 5 kis ő meg egy 50 literes bojlerbe. Na hát. Na, Merje hát valaki azt. Mondani? Nem merünk nagyot álmodni. Figyelj, csak bele kéne lógatnod a teatójást. a tojást. <laughs> 50 liter kávé azonnal. Kilós füvet így belerázol, <laughs> Azt olyan, mint a ö, mi volt az a Ruszkiknál. Szamovár. Nennyi, szamovár. Fif. Hajdú Szamovár. Írd rá, figyelj, csináljál rá egy ilyen feliratot. Hajdú Szamovár. <laughs> ja. De mindegy, tehát az a lényeg, hogy körülbelül né, ezt három vagy négy napja csináltam meg, olyan 8-9 kilovattórát spóroltam ez alatt az idő alatt, az idő alatt hogy visszább akkor, akkor megvan a nagy fogyasztód. Igen. Ja, hát a de következő az lenne, ha javasolnám, hogy szedszét és belülről verd le a nemes vakolatot, de nem nemes vakolat, hanem mi az a nyámag <laughs> viszkőt. Vízkő, Úgyhogy az is, én láttam szétszedés közben ilyeneket valami. iszonyat mennyi vízkő tud rajta Azon gondolkoztam, hogy hát ha ennyi idő alatt már kikristályosodott annyira, hogy valami jó ékszerészetnek el lehetne adni. Aha. Jó, ezen erősen. Vagy fifika. Henger alakú. Olyan, mint egy Mod. kerámia csésze. Mód, meg. Mod. Ebből, Mod. ebből mekkora kazánt lehetne építeni. Mod. Hát ennyi. Óriási baszki. Ó, Ennyi. Hallod? Várjad, ez TPD kompatibilis? Semmi kép. Ki nem szarja le. Érted. Beszűkítjük a kazánteret. Ennyi. Be, hát az már be van szűkülve. Fifika, fifika, tudod, 3,6. Nem sok, de nem is, vagy nem kevés, nem de nem, nem, is. Mi a tököm az? Grafit rudakat dobálna bele, fölőre, hogyha neki sok Egyébként meg mekkora a sztori lenne, érted, hogy 50 liter likvid van a hajdú ö, cuccba, ki a picsának jutna eszébe, meg. Ott keresni érted a lizét, a, likvidet, jön a nap, azt a kezet mosok. Én nem mosnék. 50 liter likvid, te jó Isten. Charlie Málnából, az far, mennyi, mennyi Charlie Málnából. Két Mennyit Charlie Málnából? Semennyi. <gülő> ja. Na, közben egy dappingben kérdezte, hogy Bubos Kemencét hogy lehet felokosítani. Hát az szigorúan titkos, de fel van az is. Okosabb már, mint én. Na jó, hát ez, ez most nem volt nagy kívás, erre is csak böffentett egy némát. <gülő> <gül> <laughs> Oké. <Okay. gül> Sokat vissza is pofázik egyébként, már olyan okos. Fifika? Nem, igen, búbos kemence. Búbos kemence. Búbos kemencét kurva egyszerű felokosítani fogod a fekete macskát, rárakod a tetejére. Ennyi. Ennyi. Én most eldöntöttem, hogy ebbe az évben a hátarifát az be fogom vezettetni. Valahogy. Hát, ha lesz, aki beköti. Mm -hmm. Hát igen. figyelj, én úgy vagyok vele, hogy nyáron nincs olyan szezon, hogy Ugye a hátarifára mindig akkor ugranak az emberek, hogy jön október, és akkor, hú, már szezonja van, akkor na. Tehát pont ezért ez a tavasz-nyár. Illetve... Két és fél hónapja mindenembe van adva. Mindenem. Csak az engedély nem jön. Tehát, Úgyhogy nem ez alkodó a... idegbetegek. Ez az egyik, a másik, meg a, a, az okos termosztát. De a, tudod, fifika, ki kell az összes szerepet cserélni, és az így annyira nem nem akarja ezt a szervezetem, hogy borzasztó. De nem fogom megúszni. Én éppen most csináltam egy nyolckörös fűtést is teleken. Ja, én, én is, én is meg, megrendeltem a, az okos tetőfedő anyagot. <laughs> malkos... Mi a nádat? <laughs> a tartunk. Nem. Mi ez a nem trapézlem trapézlemez ugye mellék épületet csinálunk, és aztán 112 négyzetméter kell a tetejére, oldalára körbe, és ott főhívom a gyártót, mondja, hogy hát van kirendeltségük, hát egy picit drágában adják, mint ők, de hát náluk 86 ezer plusz álfa a kiszállítás, mi van, az? És főhívom a itt a szegedi viszont eladót, 5000 forint négyzetméterre. Baszki. Mondom, az, az, egy vagyon, fél millió forintért. És addig durtam a netet, találtam egy gyártót, 20 000 plusz kihozzák, összes csavar, az a szín, amit én akarok, az a méret, amit én akarok, nyilván legyártják, tehát ilyen tíz munkanap, mire kész van, és utána még öt Tott, hogy a szállításba hogy fér nekik bele, nyilván kell egy kocsi, ami erre jön. 6 méteres táblák, úgyhogy egy ilyen, hát, 30-40 százalékot is spóroltam. Ugyanazon a, a lemezen, szóval brutális. Ez nem lesz meleg. az hangos esőben? A melléképület kit érdekel. Ne. Figyelj, hogyha... Hogyha a tüzifának nem tetszik, majd befogja a fülét. Hát... Na, fogjátok azt hallani ki is. <laughs> Micsoda, Attila, no, hát nem no. van a, a konyha után. Hát ha én azt fönt hallani fogom a szobámba... Már. Most tényleg ne, ne menjünk el már ilyen irányba, tehát hogy a fifikáiknál azért haszianda van, tehát ott abból a távolságból, aki hallja, lézerfüle hát az van. Case. Az kész, az lézerfülű, igen. Uh, nagyon belelogtunk már a, az adásidőbe az off topic aztán le leszünk baszva, hogy sok a friendly speech úgyhogy csapjunk bele, hogy és magyarkodjunk megint egyet, hogy miért nem jó, ha kevesen töltik ki a... egyik szemem sír, a másik meg könnyez <tosz> szóval, hogy így elképzeltelek, hogy könnyező madonna <tosz> hogy gyerekek, tehát, hogy Magyarországról eddig 85-en tudtuk megugorni azt az akadályt, és ebből én három vagyok, mert ugye a nejem is kitöltötte, én is kitöltöttem, az Egyesület is kitöltötte, de hogy 85-en tudtuk megugorni azt az akadályt, hogy ezt a nyüves EU-s konzultációt kitöltsük. Állj meg! Képzeld -e, még én se töltöttem ki. Tudod, miért nem? Mert vagy miért nem, nem működött vagy buzi volt. Ez nem kifogás. Ez nem kifogás. De azért, kifogás. mert hogy nekiálltam négyszer, figyelj rám, négyszer álltam neki, és vagy az elején, amit tudod, itt szopótunk, mikor ö, prezentáltuk itt a többieknek, vagy valahol a közepe felé így, így, aztán, így, így várok, tudod, nyomok, hogy next, és így várok, várok, fehér képernyő, hogy ott rohadjatok meg. Tehát, hogy az én pénzemből lapátoljatok már olyan technikát össze, és tudod, nem az első nap vagyunk, hogy Ras van, és így, így mindenki rászakad a rendszerre. Hát, hogy valahogy meg lehetne normális, normálisan is oldani ezt az informatikai... Kobra írta, neki hatodikra sikerült. Na, jó, akkor még kettő van, zsír. Én, még, még van kettő, így van. Én, amikor a nejemét próbáltam, én azt hiszem kétszer futottam neki, vagy háromszor, de különböző időpontokban. Tehát nem azt csináltam, hogyha nem ment, akkor addig próbáltam, még agyvérzés nem kaptam, vagy agygörcsöt, agy hanem tudom, hogy próbáltam másnap. És ö, ugye amikor csináltam hozzá a videót, akkor a nejem ö, belépőjével ö, vettem fel a, a screen recordot. És természetesen a végén ott se sikerült. Igen, Tehát, hogy, azt hogy azért az így, így jellemző, csak én azt, arra kérek mindenkit, hogy ne adjátok föl a reményt. Töltsétek, töltsétek, töltsétek. Dánia van előttünk, Litvánia előttünk, van Ausztria előttünk, van Lettország, Szlovákia, Portugália. És ugye a németek vezették ezt a listát, amikor mi még csak 70 kitöltésnél jártunk, és most a németek 3267 kitöltést produkáltak, utána az olaszok a másodikak, és mi meglepő a görögök a harmadikak. Hogyha emlékeztek az előző ö, ilyen konzultációra, akkor ott Románia vitte a prémet. Tehát, hogy a románoknak volt valami 2000 valamennyi, és hogy se a görögök, se az olaszok, tehát ilyen... 10-20-30 kitöltésük volt, nekünk volt valami 6-700 környéke, tehát uh, ahhoz képest, hogy szokták ezt népesség arányában, egészen jól látunk, de most románok megint 566-tal az év bőven uh, előttünk járnak, <kül> úgyhogy jó volna, hogyha ezt uh, több százra föl tudnánk tornászni. Nem maradjunk szégyenben egyrészt, másrészt meg, hogy a kormányunk is lá lássa, hogy itt azért egy odafigyelő közösség van, amelyik szemmel tartja azt, hogy éppen miben mesterkednek a, az emberkék. És ugye május 16 lesz az utolsó nap, amikor még ki lehet tölteni. Brüsszel idő szerint éjfél, május 16 éjfél. Úgyhogy nyomjuk meg egy picit a gombot, és uh, minden adásban egyébként addig foglalkozni fogunk vele. Tehát uh, ezt nem úszátok meg, hogyha, ha nem töltitek. És ugye volt már erre példa, uh, Pontoszival beszélgettük, hogy, hogy több ezres csoportok vannak, és tényleg most egy több ezres csoportból három-négy ember, vagy tíz ember tölti ki, és a többinek ez nem fontos, vagy, vagy nem érdekli. Nem tudom. Mindig csak akkor fontos már valami, amikor már elment a hajó. Vagy a Dust ugye? Vagy a Dust igen. Tehát picit figyeljünk már oda rá, ne csüggedjünk, ne adjuk föl, tartsatok ki, próbálkozzatok többször, Úgyhogy igen. Mondjuk el újra, hogy miért is fontos ez? Uh, ugye úgy néz ki a konzultáció, elég sok emberrel beszélgettem ez ügyben, hogy úgy néz ki a konzultáció, mintha uh, ez full olyan lenne, mint egyébként a magyar uh, konzultáció, hogy nincsenek rá jó válaszok. De minket nem is igazán a, a válaszok érdekelnek, ugyan muszáj mindegyikre valamit behúzni, nyilván a legkisebb rosszat fogja mindenki behúzni, de a végén ki lehet fejteni a, az álláspontunkat. És ugye az a rettenet, ami készül az Európai Unióba, az az ízesítést fogja célozni. Tehát a TPD 3-nak a fő, a fő csapás iránya az az ízesítés lesz. És hogyha nálunk ugyan, tehát még ezt nem tudjuk egyébként, de úgy néz ki, hogy a, a, a Nemzeti Adó és Vámhivatal álláspontja az nagyjából az, és akkor nagyon röviden összefoglalom, hogy Magyarországon nem lehet semmilyen ízesített likvidet forgalmazni. A, a NAVRO jutott eszembe, képzelde, rájuk írtam, hogy... láttam. Ah, hát akkor a választ is, mert hogy én nem tudom, még mindig a felkészülési időszakban vannak, de adjuk meg nekik az esélyt. Azt a választ uh, kaptam a naftól, hogy uh, hogy üljek a seggemen, és jelentkezni fog. Nem, azt mondták, hogy kollégáink dolgoznak a válaszon, szíves türelmét kérjük. Uh, mondjuk, nem tudom, direkt nem akarják-e megérteni, vagy mi a túró van, hogy élőben szeretnénk erről beszélgetni, nem egy kérdésre egy nem válasz. Egy ilyen, igen. Mert én ezt felolvasom, de, te, de Figyelj, hogyha, hogyha, ez, hogyha, ez így lesz, akkor azt eljátsszuk, Charlie. Hát, ez mindenféle. <laughs> hát ahhoz nem vagyunk elég kulákok, hogy élőben tudjuk interjúvolni a napot. Akkor eljátsszuk. <clears throat> Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy, hogy azt kell bizonyítanunk a, az Uniónak, hogy itt azért egyrészt egy olyan közösség van, amelyiknek a feje fölött nem lehet dönteni. Ugye a, a tegnapi rádió riportból is az derült ki, hogy, hogy olyanok próbálják egyrészt szabályozni ezt az egész történetet, 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 ami az e a HMV, a nikotin uh, tasak. És akkor majd beszélünk uh, arról a bejegyzésről, Csárli, amit uh, te dobtál be a közösbe. <kül> uh, tehát olyanok próbálják szabályozni, akik abszolút hülyék hozzá. Nem, nem, hogy abszolút hülyék, nem is akarják megérteni. Azt se tudják, hogy működik. Életükben nem használtak ilyen készüléket. Tehát fogalmuk nincs arról, hogy, hogy mi történik akkor, amikor te megnyomod a tűzgombot. És, és olyan nem életszerű helyzeteket próbálnak produkálni, ami most Magyarországon teljes mértékben tetten érhető. Nincs elérhető közelségben egy normális likvid, nincs elérhető közelségben egy normális készülék, nincs elérhető közelségben egy szaktanácsadás, a, a trafikoknak ez a, ez a termékkör a hátukra púp. Tehát, hogy a trafikban egy készüléknek van létjogosultsága, az az eldobható lenne egyébként, ami meg nincs. Tehát, hogy ennyi. Szóval mindenféleképpen fontos ennek a, a a, a kitöltése. Mert különben a fejünkre fognak koppintani. Kopintani van kicsit, akartam venni az élét, de... Jó, de igen. szerintem a kulabácsi is egy jó, jó opció ilyen, ilyen szempontból. Uh, és hogy emlékszel rá, hogy bedobtad a közösbe azt a szülői aggodalmat, Ó, ami Istenem. a snyüsszel kapcsolatos. Gondolkoztam, igen, hogy, hogy mire gondolhat a költő, mikor azt mondtad, hogy bedobtam a közösbe. Így már beugrott egyébként, és próbálom magam felhozni, hogy mi is volt ez, de, de ahhoz azt kéne, hogy elérjem azt hogy a hogy 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 megtaláljuk. Úgyhogy csak nagy vonalakban róla egyelőre, amíg meg nem sikerül nyitni a, az oldalt, arról van szó, hogy megint volt egy ember, aki megfejtett valamit, hogy valamilyen zárt szülői csoportban, vagy egyébként a tanárok között is meg a tököm tudja már is, hol terjed a következő öm, újabb agymenés, öm, már már a laposföld hívők szintjére emelve ezt a, ezt a szenvedést, ami ami a, az e-cigaretta környékén ö, ö, található vagy ö, történik. Hova dobtam az be egyébként? Szerintem a, a közös csetbe. Várjál! Vagy de. az ECG-tesztekre, mert, mert én ott írtam rá választ, és a, az ecg tesztekben biztos, hogy ott van. Ott írtam rá választ, és akkor vettem észre, amikor beírtam a választ, hogy. A Amikor. Ki. Igen, igen. Most már megvan, fejben is megvolt, mert írtad, hogy a, a feleséged pedagógus, és mondom, várjál, az enyém is, de nem tudtam. hogy ez hogy van, vagy. Igen, mikor. mert. Mert amikor átkattintok az elci tesztekre, akkor a, átvált. Ezt annyira gyűlölöm, egyébként. Út hát, tényleg utálom. És amikor már megírtam a választ, akkor láttam, hogy gyakorlatilag Elci-i tettem oda a választ, mondom, egye fene te tudni fogod, hogy én voltam. Egyébként ez a weboldal volt, vagy a párásító? Szerintem ez a párásító. Nem? Hát a Facebook oldal. Az lcg tesztek Fú, fő. de fölbasz, agyilag mindig engem ez a fos. Nem. Nem mi voltunk, hanem uh, Lukács Attila uh, kartárs, és uh, M. Zsuzsanna, aki csak úgy kezdte a bejegyzését, hogy snüssz, azt meg eszik, vagy isszák. Lehetne egy ilyen kis, kis ötpercesnek is igen, a igen. címe. Szülő vagy, és nem tudod, mi a snüssz, én is leéltem úgy több mint négy évtizedet, hogy nem hallottam róla egészen mostanáig, mikor teljes természetességgel hallottam beszélgetni, két hetedikes lánykát a vonaton tömegközlekedve mindig tanul az ember, akik arról cseréltek eszmét, hogy ők a mangós vagy mentolos ízesítésűt szeretik-e jobban. Kimis gyermekeimnél rákérdezve kiderült, nekik nem újdonság ez a szó, az ismerőseik között, tudod, ez a ismerőseik között is tudnak olyat, aki használja, rosszul is lett tőle valaki. Szóval, kedves szülők és nagy nagyszülők, a snüssz alias nikotinpárna egy olyan dohánytermék, várjál, a snüssz alias nikotinpárna egy olyan dohánytermék, hét szóban három hiba. Siker. Mely, észrevétlen és a cigarettára jellemző, jól felismerhető, erős, szakhatás és füstgomolygás nélkül fogyasztható. A snüszt az ajak és az ink közé helyezik, a nyálkahártyán keresztül szívódik fel a nikotin, így ugyanolyan érzetet kelt, mint a dohányzás, a használója ellazult tőle, bódultság érzetet okoz, ám kívülről alig detektálható, elképzeltem, hogy Knight Rider megy a kittel. Michael? Snüss detekt. Michael, detektáltam egy kis snuszt. <laughs> Alig detektálható, akár egy iskolai órán is fogyasztható, ha csak nem kellően szemfüles a tanár, mikor egy diáki a szájában piszkál. A skandináv országokból idekerült szert sajnos a magyar gyerekek is egyre nagyobb számban fogyasztják, miközben használata függőséghez vezet, és súlyos egészségügyi következményekkel is járhat a fogyasztást követően enyhe kábultság, Fa fáradtság érzet, össze tudod rakni a nikotint meg a fáradtság érzetet? Nem. Hú, ez menő. Esetenként hány inger rosszul lét jelentkezik? A tünetek körülbelül a berakástól számított 3-5 perc után jelentkeznek, és a kiszedéstől számítva 5-10 percig tartanak. Figyelj, a bevitt nikotin pedig egy-két nap után ürül ki a szervezetből. Használata semmi jóhoz nem vezet. Szájrákot, fog problémákat, magas vérnyomást okozhat. Szóval, kedves szülőtársak, érdemes erről is beszélgetni a gyerekekkel, mert a csinos dobozba csomagolt, ártalmatlanként eladott divatszer egyáltalán nem való gyerekek szájába. És olyan ö, olyan illusztráció van mellette, mintha egy nő kinyalt volna egy WC csészét, és így a fogai közé lerakódott fogai, volna valami, igen. vagy legalábbis tudod, mint a a texasi rednek, mikor így, így rágja a dohánylevelet, és sercint egyet, tehát egy ilyen kép van mellé rakva. Nekem egyébként egyből a, tudod ki jutott eszembe, a Bengt Wilberg, EU Tehát, hogy igen, számtalanszor igen. meghalt már, most már jobban van. Ha, tehát amikor így végigolvastam, hogy miről értekezik a, a jó ember, akkor két dolog villant az agyamon. Egyrészt Magyarországon nem lehet snüszt kapni. Nem csak Magyarországon, Európában nem lehet snüszt kapni. Tehát a snüsz önmagában a, a, svédek kivételével sehol nem engedélyezett termék. Kizár dolognak tartom, hogy egy gyerek vagy, vagy annak ismerősei mondjuk Svédországból, Póstán keresztül, Baromi Drágán, rendeljenek. A snüssz az dohányból van, ugye attó snüssz. A nikotinpárna az nem dohány, tartalmaz csak nikotint. Ha bárki használt nikotinpárnát, az tudja, hogy milyen érzés. Tehát azt szinte hogy mondjam, az esélytelenek nyugalmával mondhatom, hogy egy ilyen nikotinpárnát egy gyerek csak a nikotin kedvéért és az ízesítés miatt, és egyébként a, a nikotinpárnákban nincs is ilyen ízesítés, amit ott leírtak. De várjál már, ha van, ha van is, te mit veszel inkább gyerekként a szádba? Az íze miatt? Gumicukrot? Vagy bevész a trafikba, hogy Elnézést, csókolom, 18 év alatti vagyok, tessék már nekem adni Nikotin párnát. Na. Te, tehát, hogy... Vát, vát, Másik dolog, amit tudni kell erről a, a cucról, hogy aki nem használ még ilyet, az annak borzasztó érzés lesz. Tehát, hogy ez pont az, amikor a a, valaki megpróbál mondjuk ürüléket enni, mert tízezer légy nem tévedhet, ugye? És ha beteszel egy ilyet az ínyed alá, akkor az csípni, marni ö, ö, fog borzasztó érzés, csak bentartani is. Csuklani fog Annak, aki csuklani fogsz. Paromira nem gyereknek való és nem is fogja. És ha egyszer kipróbálta, még egyszer nem fogja kipróbálni. Mert ez, ez nem olyan, mint a kábítószer, mint a bélyek, hogy megnyalom kurva szar, de aztán nagyon jó lesz egy idő után, hanem, hanem egy idő után egyre szarabb lesz. Egyetlen egy, egyet, egyetlen egy termék van, amiről el tudom azt képzelni, hogy mondjuk az, az gyerek használja. Van olyan snüssz a piacon, ami sem nikotint, sem dohányt nem tartalmaz. Tehát gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen ízesített lószar. Ez a mindenmentes. Ez ez minden igen. Baromi drága egyébként, most nézegetem a, az árakat, és ebben van egyébként ilyen mangós, meg ilyen ízesítésű, de, de hogy annak meg mi értelme van, érted, hogy tíz darab ilyen párnája, amit ide beteszel az ígyed alá, fizessél 2918 forintot. Tehát, hogy így el nem tudom képzelni, hogy ez gyerek ilyet vesz. És akkor ebbe van ment a, uh, mit tudom én, bogyósgyümölcs, uh, uh, havannai mangó ízesítésű. Ha, havannai mangó, rohanok a bonyók. Havannai mangó és akkor az összetevőket megnézed, akkor ez, ez valami tea ízesítve, és rá van írva a dobozra egyébként, hogy no nikotin, no tobacco, tehát hogy ebbe, ebbe gyakorlatilag semmi nincs. És Na ezt el tudom képzelni, de, de ennek meg azt pont ugyanannyi kártékony hatása van, mint a gumicukornak, sőt, még annyi se szerintem, de mindegy is. Úgyhogy 3000 forint a gyerek valószínű vesz 10 csomag gumicukrot, mint hogy 10 darab ilyen nikotinpár bármit is fizessen. Ez az egyik. A másik, amíg, amit leírtam, hogy az én nejem 40 évet uh, uh, tanított, most ment nyugdíjba. Uh, Elcigírő hallott már, de hogy Na Soha. Egyébként, Kifika, ezek azok az emberek, akik megeszik a tükröt a mézes kalács szívről. Igen. És utána betiltatják, mert hogy életveszélyes. Látod, ennyi elég, hogy egy majdnem igaz információhoz hozzárakod a saját tévképzeteidet, és kiírod a Facebookra. Mert amíg nem volt Facebook, addig kellett saját magadnak domént regisztrálni, weboldal, érteni hozzá, hogy kell oda fölrakni egy cikket. Most meg így belehányom a világba, és az, mi, miután leírtam, az úgy van, hogy ennél károsabb. És a nő az, az tényleg a, laposföld, a laposföldes Fidesz hívő. Tehát, hogy ezt így rakjuk el magunknak. Halmozott a hátrányos helyzeti. Aj, a három olyan, mint a ceruzában a, két b és egy két hás. Ez a három hás ceruza. Egy érdekesség jutott <laughs> még eszembe, <laughs> hogy itt keresgettem a, a cikket egyébként, hogy Ugye, a repülőtérről mi jut eszébe az embernek, hogy repül, meg emberekkel találkozik. Kivel találkoztam a repülőtéren? A dohányzóval. De én nem ismertem meg Charlie. Hát mert nincs körszakálla. Igen. De kérlek szépen Szávai István úrral, aki ugye a Jobbiknak volt a, a, az oszlopos tagja, és ö, harcos társunk volt, hogy így fogalmazzak, elektromos cigaretta a Tehát ő azért elég rákendról volt, mikor a parlamenti ülésben elkezdett egózni, elcigizni, és mondták neki, hogy hát ezt képviselő úr a fizikai demonstrációt legyen szíves befejezni. Én ő se ismert meg engem egyébként. Mentem felé Fifika, és mondom szavaz Pista, nem ismersz meg így? néz rám, üveges tekintette. Hát a hangod is, mondom figyelj már így, így, így leszorítom a szakállamat. Charlie bazd meg. Mi történt? <laughs> Úgyhogy igen, a szaká miatt nem ismert meg először, de aztán beszélgettünk jót, hogy kivel mi történt. Mondta, hogy veled is leülne sörözni, de így maradt Krisztián, meg én, hogy valamikor fussunk össze, aztán dobjunk be egy pofa sört valahol valami vendéglátóipari üzemegységben. Ő rohant épp Ába, mi meg ugye Bébe, de jó volt összefutni, milyen kicsi a világ egyébként. Maradt még egy. Uh témánk a múltkorról, amit nem beszéltünk, és uh, 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 most szerintem, hogy uh, az eldobható uh, védeszközökről beszélgetünk. Uh, megjelent egy érdekes cikk arról, hogy miért ne tiltsuk be az eldobható vépeszközöket. És azt kell, hogy mondjam, többször beszéltünk már róla, hogy valamilyen szinten egyet kell, hogy értsek Simon clark aki ezt a cikket írta, mert azért betiltani valamit, ami egyébként működik. Tehát látjuk azt, hogy én például szerintem ilyen heti 5-6 e-mailt kapok uh, ilyen el, eldobható vépeszköz ajánlatokkal, és hú gyerekek, egyre durvábban. Hát közös csoportba betettem azt, a, azt a, az egy cigarettát, aminek, tudod az egyik oldalán, ha valakinek még megvan a gyerekkorából, hogy a, lehetett olyan zsebtükröt venni a vásárba, aminek a másik oldalán meg egy ilyen labirintus volt, amiben egy ilyen golyót kellett vezetni. Na, most ezt megcsinálták egy ilyen eldobható... Uh, ha jól emlékszem, valami vagy 6000, vagy, vagy 600 luk van benne, azt hiszem 6000 luk. És akkor, tudod, am amikor nem szívod, akkor így a kis golyót vezetgetheted a labirintusba a készülék oldalán. Tehát, úristen, tehát nem, nem tudom, hogy hová lehet még egyébként a, a kínai dizájnereknek uh, uh, fejlődni, és uh, ugye összeszedi a, a, azokat a, a gondolatokat, amiket ugye a környezetvédelem, ami egyébként megoldható, tehát hogyha ha lehetne normálisan visszagyűjtést végezni, akkor megoldható. Emlékeztek-e arra, hogy valamelyik WC papírgyártó, és direkt nem mondok nevet, kitalálta, hogy lehúzható a guriga a WC-be? Szába! Te, mondom, direkt nem mondok nevet terepem. Be nem, hát ezt nyugodtan, tehát a szar témájában bármi. volt. És uh, hallott, vagy hallgattam egy, uh, egy podcast adást, mert ugye nem csak a milyenket szoktam hallgatni, hanem másét is, ahol, uh, ahol a srác kirohant uh, ez ellen a, a dolog ellen, hogy az oké, okay, hogy a cevát le lehet húzni, de hogy ez arra fogja sarkalni az embereket, hogyha megszokják, hogy a nemcevát is bele ö, dobják a, a klotyóba, és úgy önmagában az, hogy maga a papír fölbomlik, meg föloldódik, az pont nem oldja meg a, a szelektív gyűjtésnek a problémáját, hanem inkább arra mutat, hogy nem kell szelektívan gyűjteni, dob bele nyugodtan a WC-be, a tehát hogy mi lesz a következő, majd az eldobható borotva is vízben oldható lesz, meg nem tudom én, tehát így teljesen kikelt magába, és valamilyen szinten igaza is van. Tehát a környezetvédelemnek az elsődleges szempontja az az, az, a, az eldobható eszközöknek a visszagyűjtése lenne, és hogy, hogy miért pont a vép az, amire re, ennyire rá amikor még ezer dolog van egyébként, ami eldobható. Ugye a, a műanyag flakonok tömkelege, a, az egyszer használatos borotvák, nem tudom én, bármik. Nem ennyit van specifika, is... hát ott van a, az eredeti, a kiindulás, az alfája mindennek, a cigaretta. Elszívod, Ja, igen. És igen. azt a kurva szűrőt eldobod. Ami amúgy tele van mindenféle méreganyaggal, tehát hogy mondjuk egy, egy füstszűrős ciginek a maradványa, meg egy, meg egy kétmillis véptanknak a, a, hogy is mondjam, a környezeti kára, szerintem egyébként lehet, hogy nem összehasonlítható a károkozás mértékéből kifolyólag. Ugye az egyik el tud nem tudom hány köbméter vizet szennyezni, a másik meg csak ott egy nem lebomló dolog, de hogyha azt visszagyűjtjük, akkor az is meg van oldva, még a csikket senki nem gyűjti vissza. Uh, egyébként nem tudom, láttátok-e azt a cápákat, amelyben az egyik fickó erre megoldást akart javasolni? Mm, hogy minden magyar... be legyen egy egyedi azonosító, ami alapján meg tudják mondani, hogy ki, ki -e. volt az, aki, aki... De ez is tipikus magyar mentalitás, hogy büntessük a parasztot. Nem motiváljuk, bűntessük. Egyébként, Figyelj, egyébként ez az egy dolog, amiben én egyet értenék, hogyha tényleg vissza lehetne követni azt, hogy kidobta el. mondjuk, tudod, genetikai mintát veszel a csikről, azt azt mondod, hogy hopp, ezt Ez nem annyira büntessük a barasztó hozzáállás egyébként. Tehát ez most mennyivel másabb mondjuk egy vödör sittet kibaszni a, az erdőszélén, mint mondjuk a, a cigarettacsikket. Ja, mert az kisebb. És akkor mi van? Én, tehát nyilván egyetértek én is ezzel, ezzel a dologgal, de ö, alapból itt Magyarországon, hogyha valamit szeretnénk elérni, kitűzünk magunk el egy célt, gyűjtsük össze a cigarettacsikkeket, ö, csináljunk, előzzük meg azt, hogy szemeteljenek cigarettacsikkekkel, inkább így fogalmazok, akkor mindig helyből, csípőből úgy indulunk el, hogy akkor milyen retorziókat alkalmazunk azok a, azokkal szemben, akik eldobják? Ne, ne, Valahogy nem. vegyük rá őket, nem hogy gondol, ne dobják nem el. Nem, abban nem gondolsz bele, hogy évtizedeken keresztül máshogy sem ment. Tehát... Miért, miért nem tartod normális dolognak a szaros pelenkát kidobni az útszéli? Jó, hát, hogyha mondjuk te vagy az orvár, De hát az akkor már normális, normális dolog. Igen. Az már normális dolog, mert megcsinálták olyanok, akiknek példát kellene mutatniuk. Hát figyelj csak, hogyha ha megnézzük egy olyan terméknek a történeti vonalát, amelyik nem eldobhatóként kezdte a pályafutását. Mondjuk a borotva. Én sem emlékszem rá, de a fasz engem nem még nekem borotvát. még volt olyan borotván bassz meg. Az engem még borotvált olyan. Zsele, hülye. Mi nincs szó zsele, meg. Zsele. Zsele. Oh, zsele bazd Zsile. Meg. Zsile. <laughs> Zsile. De engem még borotvált olyan borbétól, aki, aki marha bőrszíjon fente a, 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 a borotva kést. Hát engem a maja olyan borbé borotvál Na meggyan, tessék. De... Én, úgy, én úgy emlékeztem rá, de akkor ezek szerint valami változott, hogy amikor... Azt hiszem az ét bejött, akkor betiltották a, a borbélyoknál ezt a, a többször használható borotvát. Hát, Tehát a hagyományos borotvakést. Ez ilyen barokos tudás ah. volt, mert a formája ugyanolyan, ugyanúgy ki tudod nyitni, de az a két pengény... Egy, -egy zsílepengé... félbetört penge van benne. Hát egy fél, valami félbetört penge, csak egy oldala van ah. és kicsit hosszabb. És akkor azt pattintja bele és... De, de az egyszer használható. Igen. igen. Na, hogy úgy kezdte a pályafutását, aztán jött ez a Zsillett nevű fickó, aki meg azt mondta, hogy ha kitalálsz valamit, amit el tudsz dobni, akkor milliómos leszel. Mert ugye az emberek folyamatosan venni fogják. Ugye az, az eldobható sztorinak ez a lényege. És ebben a cikkben van egy baromi jó mondat, amit ez az egyetlen egy érvem az eldobható vép mellett, vagy az eldobható elcigaretták mellett, hogy a kényelem és a verseny kulcsfontosságú a feltörekvő termékeknél. Tehát egy, egy ö, ö, eszköz, amivel dohányzók millióit akarjuk ö, leszedni a baromi káros ö, cigarettáról, annak legalább olyan egyszerűnek és kényelmesnek kell lennie, mint maga a cigaretta. Hogyha ezt nem tud, nyilván ö, egy, egy, ö, egy dohányos aki 30 éve dohányzik, nem fog neki állni tekerni, meg mit tudom, tankokkal bívelődni, meg akármivel. Tehát, hogy ebből a szempontból a szögegyszerűség a, a, vezérel, és ezzel lehet nagy tömegeket átszoktatni. Azt azért, ugye mindig megszoktam jegyezni, hogy azért majdnem 90 millió véper van a világon, tehát hogy azért sikerült egy csomó embernek ennélkül is átszokni, de van egy megmozdíthatatlan tömeg, a dohányosok között, akiket csak ez az egyszerűség fog arra sarkalni, hogy váltsanak. És az eldobható vépeszközök pont ezt képviselik. És hogyha ennek, ennek elébe megyünk, megcsináljuk a visszagyűjtést, akár úgy is, hogy jutalmazzuk azt, aki visszaviszi a, a kiürült készülékét, akkor lehetne igazán nagyot lépni a dohányzás visszaszorításában és hogyha meg üldözzük, mint hogyha ez az ördögtől való lenne, akkor soha nem fogjuk elérni a füstmentes világot. Nekem ez a, az a véleményem, nem tudom, mit szólt hozzá. Hát addig, amíg manika néni ilyeneket kiírhat a Facebookra, amit az előbb is beszéltünk, addig nem sok esélyt látok, mert mögé jön aztán a gizike, meg a tököm tudja, milyen, iskolai pedellus, aki én is láttam, én is láttam. Hát nem az volt végül is, csak hasonlított rá, de én is láttam, hogy snűsz és hát a nikot, szájrák, szájrák Jézusom, ezt is okoz. Meg mindent mást. Bódult leszel tőle, meg kába, meg álmos. Senkit ne érdekeljen, hogy a nikotin egyébként stimulást, tehát attól fölpörögne az ember, mint a kávétól. Nem baj, ha valaki leírta, hogy már pedig a skábít, meg, meg egy-két nap alatt ürül ki a szervezetedből, akkor az már bizony úgy is van. Hát igen, nem az egy-két napot az... tud, tud a polóza? À, szerintem nem. Szóval hogy így, neki. <laughs> Nem jutott el hozzá, de, de hogy, hogy azt a... Tehát, hogy mindig azt csináljuk, érted, hogy a, a fürdővízzel kidobjuk a gyereket. Nem? Tehát, hogy <laughs> hogy va... Tudom, van egy baromi eszembe? jó eszközünk, és, és megy a levesbe. Figyelj, nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az lesz, hogy én ezt a, ezt a bejegyzést Facebookon van, átlököm a banknek, úgyis ismerősöm, vagy lefordítom angolra, és megmondom neki, hogy kommenteljél már be, nekik valamit a hogy úgy egy ilyen pitbullt rájárásztani az öreg asszonyokra, hogy vagy... Mégis képbe legyenek, érted? Én, én azt külön megköszönném, Charlie, és akkor azt így végig nyomkövetnénk ezt a történetet. <laughs> Tehát abból egy ilyen, abból egy ilyen oldalas novella kijönne, szerintem, amit ő ott bekommentelne hozzá. Hát ez a Facebook idióták, tudod. Ez nem tudsz mit kezdeni. Jó, Istenem, van még valamink? Nem, szerintem térjünk át az adás kulturális részére. Szomorú hírekkel kezdenem ezt a blokkot. Meghalt török Ádám. Úgy gyerekek. A török Ádám emlékére, meg az én kedvemért mindenki keressen rá a YouTube-ra az utolsó keresztes lovak című mini együttes szerzeményére, amit a török Ádám szerzett. A szegény török Ádám szerintem úgy ment el, ahogy azt megénekelte a annak idején. Nekem nagy kedvencem volt. Svédországban nem engedték ki őket, azt tudjátok, hogy miért. Nem. Mert svédül a mini, az vizeletet jelent. Oh. A... Ők, ők, voltak az egyik ilyen, ilyen jazz, ki, kis, kicsit, vagy már nagyon is jazzbe hajló, ugye indulag a az volt az egyik ilyen óriási szerzeményük. Ők voltak az a magyar együttes, amelyik a, nem is tudom, a 70-es években azzal tűnt ki az akkori kvázi rock együttes választékból, hogy ők egy tényleg cizellált, már-már már jazzbe hajló zenei irányzatot képviseltek. Hát elég progresszív rock volt. Igen, igen, igen. És aztán, amikor hazajött a török Ádám, ugye, az jó szokás szerint mi a tehetségeinket külföldön tartjuk. Amikor Persze, hazajött hogy a utána török tudjuk mondani, mikor mikor ott <laughs> sikereket ére, hogy hát ő is magyar volt. Igen, igen, igen. Ajman. Aztán meg dicsekedjünk. <laughs> aztán meg dicsekedjünk. Ennyi. Igen. A kip csak vér. A... Erről mindig a, az egyik kedvenc science fiction nem jut eszembe a, a katedrális harcosai. Ezt az egyik, hát mondhatnám, hogy jó barátom, de nem, tehát, hogy nem úgy jó barátom, mint a Csáli, mondjuk, hogy hetente, ha kell, ha nem beszélek vele. Hanem, hanem hogy ismerem még a science fiction táborokból, meg innen-onnan. És az egyik legjobb magyar science fiction, mindegy is, hogy miről szól, mert baromi hosszú a történet, de a lényeg az, hogy van benne két darab magyar plazma íjjász, jelentsen ez bármit is. És ki kell iktatniuk egy védő pajzsot, és békésen szalonnáznak egy ilyen teraszon, ahonnan majd leadják a kritikus lövéseket az íjaikkal. És oda megy hozzájuk az amerikai, mit tudom én, ilyen ügynök, és mondja nekik, hogy hiszen, ti magyarok ilyen nagy bajusz tudod, ahogy el tudod képzelni egy ilyen szalonnázó parasztot, hogy hogy lehet az, hogy egyébként meg itt plazmaíjjal lövődöztök, tehát hogy ilyen technológiátok van, és akkor leteszi a bicskát az egyik, meg a kenyeret, azt így mondja az angol, vagy az amerikainak, tudja, mister, amikor Alamosban az atombombát megcsinálták, a büfébe csak magyarul beszéltek. Ennyi. Ennyi. <laughs> Na, de ki mit látott? Van egy új sorozatom, gyerekek. És ez olyan, hogy elkezditek nézni, beszippant. Figyelj már, te nézted a Walking Dead-et? Nem, én azt nem Aj, bírom nézni. Zombi ajj, ajj. filmeket, még, még a is kemény volt nekem a, a Last of Us. Az. 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 bocsánat. Na, igen. Olyan rég volt már, hogy a nevét is elfelejtettem. A, le, a, a nem, 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 tudod, bírom, nem, nekem most tudom. nagyot. Én azt hittem, hogy a kis csaj saját magát alakítja, mikor megszülik, ugye? Ilyen. Aha. És hogy utána esett le, hogy emlékszel te a blind spotra? Nem. Nem, nem blind spot, a rejtjelek. Brain spot. Nem. Tudod, ja, a rejtjelek. Igen, és ott volt. A, az valami az rémlék az ilyen. Ott mistikus volt az az ilyen science. Ünökcsaj, fiction. Aki, aki a gépet bingiszte mindig, és ez volt az a csaj. Na mindegy, de nem is a csaj a lényeg. Jó volt a Us is. De hogy a Netflixen ez az új sorozat, kérlek szépen, április 6-án uh, mutatták be, és uh, a Beef ez a címe. Nem a hús, hanem mint a balhé Beef. És az egyik főszereplője az a Steven Jon, aki a Walking Deadben volt a verdes rác, akit a, a baseballütővel agyon csaptak. És egy olyan epikus drámából épül föl az egész, hogy a családjával anyagilag tönkrementek, és ő próbált alpon maradni, és valamit vissza-vissza boldva. Hát a héten már háromszor hoztad vissza. Na mindegy, hol a blokk? Ja nem, mikor azt mondja, hogy hagyta már háromszor hoztad vissza. Valami gond van, nem veszed vissza? Miért kérdezel ilyeneket? Ez nem kérdés volt, hanem kijelentés. Mindegy, hol a blokk? ah, nincs itt. Na mindegy, megy a kocsihoz, beül, és úgy tudod, izomból kitolatna. És abban a pillanatban, hogy mögötte egy autó, így keresztbe megáll, egy puccos uh, GLC Merci, és dudál egy iszonyat nagyot, és akkor tudod, látod, hogy ez olyan, mint az összeomlásban, így elpattan a csávó. És mikor elmegy a, mint utólag kiderül, egy nő, és így még tudod, így a kezével egy az ablakon ki, így bemutat neki. És tudod, ez a, az agyád úristen, itt utána megyek, és végig kergeti a kisváros utcáin, de virágágyásokon keresztül minden hullik a kocsiról, amit el tudsz képzelni és hogy kideríti rendszám alapján, hogy kicsoda. Oda megy, előadja, hogy ő milyen ö, építési vállalkozó, mert egyébként csöpög a víz, de elmehetne wc -re. és aztán úgy jön ki, hogy elnézés, rohannom kell, és kiszalad, és a nő arra eszmél, hogy ő körbehugyozta a fürdőszobáját, <laughs> így büntetésből. Szóval innen indul ez az adok-kapok dráma, kurva nagy, és minden sorozatnak egy ilyen. Hát nem minden ö, sorozatnak, hanem ö, minden epizódnak egy ilyen nagyon csattanós ö, címe van, és ö, hát nem tudja az ember hova rakni sose, hogy, ö, hogy mi lesz a következő ö, pillanatban. Ez inkább egy ilyen modern tragédia, mint sem komédiát. Dramedinek ne, nem mondanám, inkább tragédia, de, 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 baromi jó egyébként az, hogy nem, ő szerintem a második résznél föladta, de aki ezt leüleli és megnéz hármat, négyet, akkor utána úgyse fogja tudni elengedni, azt hiszem tíz rész van fönn, és darálós ilyen 30-40 perces részek, és ennyi. 10 per 10. Én azt gondolom. Ez 2023-ra mondom. De körülbelül ennyi volt nekem a sorozat. Én, én egy filmet néztem meg. Ugye az egyik Netflixes es kedvenc sorozatom volt a, a Vikingek mellett, a, ami szinte ugyanaz a korszak, csak ott az angol szemszögből, folyik a történet, az a Last Kingdom című sorozat. És most ehhez kihoztak egy filmet. Tehát ez gyakorlatilag a, a, egy ilyen mozifilm, hosszúságú film, a hét király halála az a címe, ugyanazokkal a szereplőkkel elmeséli a a, ez egy jóslat, ami végül is beteljesedik. És a sorozat főszereplőjének is egyfajta ilyen ö, véget, vizionál. Az asszony az úgy felidegesítette rajta magát, hogy, hogy ö, ö, le kellett kapcsolni feléni a filmet, kimenni, neki rágyújtani, pisilni, lenyugodni, visszajönni, aztán folytatni, mert annyira fölidegesítette az, 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 ami történik a, a filmben. Tehát nem azért, mert rossz, hanem, hogy mert hogy lehet valaki ilyen szemét, tudod, ez a női hozzáállás a dologhoz. De aki nézte a, a Last Kingdom-ot, az mindenféleképpen nézze meg a Hét király halálát, mert az egy ilyen összefoglaló jellegű jópofa pofa történet amúgy. És hát uh, én néztem a, a, az összes uh, sorozatot, a, amit szoktam, Pikár, illetve volt megint uh, Attila Mi is, Mandalor, tehát hogy ki van, tehát, ki van vala az agyam, és uh, folytattam tovább a, a rossz osztagot. Már annyira le vagyok vele maradva, hogy van mit bepótolni, úgyhogy én ezeket néztem. Te jössz, Elkezdtem nézni éppen tegnap a rossz osztagot, de engem valamiért nem köt le. Az első, az első részt sem néztem végig, inkább a, a, ráhagytam az utolsó 20 percben, és elkezdtem a, a, a zsivány egyet. Mert olyan sztárvárcos hangulatban voltam. Ezt mondtam, amikor vége lett az Andornak, hogy mindenki nézze meg a Zsivány egyet. Igen. Tehát a sorozatnak, amikor vége lett, akkor nézze meg a Zsivány egyet, mert ugye az az, az Andor vége amúgy. Így van, Persze. de, De, hogy semmire nem emlékeztem már belőle. <laughs> hát ha nyolcszor nem néztem meg a Zsivány egyet, az egyik kedvencem egyébként. A szereplőgárda miatt is, a sztori miatt is. Tény, hogy nem happy end végződik, de akkor, Egyáltalán is, nem. Igen. akkor is alapvetően tök jó ez az egész. Viszont a rossz osztag az nekem egy ilyen Disney mesének tűnik a, a többi sorozat mellett valamiért. Nem uh, tudom, a rossz osztaggal szerintem csak annyi baj van, ha már uh, Star uh, Annyi a baj a rossz osztaggal, hogy... Uh, nem tesz hozzá a világhoz semmit. Tehát a, a rajzfilm sorozatok azért oldottak meg e, dolgokat, történtek olyan dolgok, amiket utána a filmben nem értettél. Ha nem nézted meg a sorozatot, de rosszul igazából nem tesz hozzá semmit, vagy ha tesz is hozzá, én most már azt hiszem a második évadnál járok. E, most fog az kiderülni, hogy mi lett a klóngyártókkal, tudod, akik legyártották a klónhadsereget, hogy mi lett a végük. De de baromi kevés uh, uh, dolgot tesz hozzá az eredeti idővonalhoz. Viszont az utolsó adás felvétele óta lement két mandalor ilyen uh, rész, és azt kell, hogy mondjam, hogy a harmadik évadnak a legrosszabb, és az eddigi legjobb része <laughs> ment le. Ez hát az elég hullámzó lett, az igen, ez a, ez a harmadik évad, de szeretjük. És izgatottan várjuk a következőt, ami azt hiszem, Holnap hogy most ez lesz. az évad 8 részes? Nem tudom. Nem tudom, ezt ki fogom deríteni, de úgy hallottam, mintha 8 részes lenne most ez. Tehát holnap lesz uh, az utolsó. Talán. De nem vagyok benne százszerzelékig biztos. Úgyhogy ezt a Mandalorian uh, sorozat volt az, amit inkább igazándiból nézegettem. Régi filmeket a Sky Show Time-on <laughs> gyűrtem, és körülbelül ennyi. Azonon Régi filmekről jutott eszembe, igen. hogy uh... Sinkovi Imrével megint elém került a tizedes, meg a többiek. Meg a többiek. Hát ez igen. Minden, minden pillanata arany, még mindig. Tehát, hogy annyira még jó mindig. az a film. Pedig az, az ha jól emlékszem, az a, az a háború után egy pár évvel készült. Hát, meg film. nem mondom Tehát... neked. De az oroszok már a spájzban vannak. Az oroszok <laughs> már a spájzban vannak, igen. Ezt egyébként, ha valaki végigkísérte a podcast adásainkat, akkor emlékszel rá, hogy a, a, TPD kapcsán egy jó pár elmondtuk, el hogy az oroszok már a spájzban vannak. 65 Én még egy, 60, Akkor nem. Akkor az, az már 56 után készült. Mondjuk gondoltam volna, mert Sinkovics benne az egyik főszereplő. Egy filmet találtam a, az Amazonon, amit elkezdtem nézni, még nem tudom milyen, a hatalom az a, a címe és ez egy ilyen science fiction dráma, elég furcsa, bizonyos nők kapnak olyan hatalmat, tudod, ez a ilyen, nem szupermenek lesznek, hanem, hanem ilyen, mint a, mint a Star wars ba az uralkodó, hogy ilyen villámok jönnek a kezükből, és képesek a férfiakat igába hajtani vele. Köszönöm, ennek, ennek, mi lesz a vége, gyerekek? Nem tudom. De hogy állítólag ezt egy díjnyertes könyvből ö, írták ezt a sorozatot. Adok neki egy esélyt. Még az első részt néztem meg. Annyira azért nem verte ki a biztosítékot. Megnézem a másodikat, aztán eldöntöm, hogy akarom -e ezt, vagy nem. Na, de szerintem merüljünk alá Hát ha Krisztiánt valahol megtaláljuk a vizek mélyén. Alright, akkor bedúrantjuk a, a bedúrantani valót, és ö, már csak annyi lesz a dolgunk, hogy ö, mindenkinek megköszönjük a kitartó figyelmét. Ö, jövő héten jövünk Krisztiánnal vagy nélküle, MP-vel vagy nélküle, mert beszéltem MP-vel, és... Ö, Egyébként túl van, képzeld el, nem tudom, mondtam-e, olyan vizsgán van túl, mm, valamilyen tősdézős bízba. Tehát ez nekem ilyen magic. De hogy tizen pár éve Magyarországon ilyen 350-400 ember tudta elvégezni azt a vizsgát, ő az egyik. Úgyhogy most már, most már Jedi lovag, halhatatlan, és még az értékpapírokkal is kereskedhet. De Ugye elgazó tudással rendelkezik mindenféle sorozat, könyv, és még egy kis e-cigaretta témában is, úgyhogy lehet, hogy majd ő is be fog jönni, sőt, lehet, hogy úgy fog bejönni, hogy ideül mellém, és majd egy mikrofont a szája elé tart, de ez még a jövő zenéje, majd kiderül, hogy... MP lesz az új, MP lesz az új Attila. Attila is úgy kezd, hogy ide mellé. Nem, hát ha, jó, ha jól, emlékszel, vagy ha visszaemlékszel, akkor de, igen, én emlékszem, hogy volt is már. élőben ott volt velünk Á, adásban. a podcast találkozón, úgyhogy, úgyhogy, öreg motoros a mi szakmánkban, meg egyébként ott volt a saját podcastja is a hiányzó darab, de ezt mondom, még majd pontosítjuk, mint ahogy most itt maradunk, és adás végén átbeszéljük Stuttgartot, mert Stuttgart is coming. Köszönjük szépen a figyelmeteket, csók mindenkinek, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok, szintén, sziasztok!